A Ferencváros továbbra is veretlen a női bajnokok ligájában. A magyar bajnok 28-27-re nyert az előző idényben BL döntős francia Brest ellen. Szőlősi Zácsik Szandra azt mondta, harcos, küzdelmes mérkőzésen sikerült győzni. Az átlövő beszélt a ferencvárosi visszatéréséről és a nemzeti együttesről is. Hát igazából megünnepelni csak az öltözőbe ünnepeltünk, utána mindenki ment haza pihenni, mert nagyon fáradtak vagyunk, és egy elég komoly sorozat előtt állunk. Itt a héten is már újabb kemény meccsek várnak ránk, úgyhogy tényleg csak addig tartott ott az ünneplés a pályán és az öltözőbe. Igen, az volt a célunk, hogy itt a mérkőzés előtt megbeszéltük, hogy a Brestet szeretnénk mindenféleképpen magunk mögött tartani a tabellán, ami tényleg ez egy hatalmas előrelépés volt. Eleg Gábor vezetőedző a mérkőzés után azt emelte ki, hogy hát a pálya széléről nagy harcot látott, de milyen volt ez a pályán belülről? Mennyire volt kemény, vagy szikrázó ez az összecsapás? Milyennek látták? Pályán belülről is nagyon kemény volt, hiszen nagyon sokáig egy gól ide, egy gól oda döntetlen volt. Mikor ott sikerült két góllal ellépnünk, ott már kicsit bizakodtunk, meg tényleg éreztük magunkba azt az átütő erőt, ami talán segített minket, vagy valami, ami győzelemre vezetett minket. Talán egy picivel jobban akartuk ezt a szombati mérkőzést, mint az ellenfél, meg azért tegyük hozzá, azért egy jó pár fradista szurkoló ott volt, aki talán hozzá segített minket ehhez. Tényleg mennyit tett hozzá a közönség ehhez a mérkőzéshez? Nyilván nehéz ezt számszerűsíteni, de amikor egy góllal nyer egy csapat, akkor lehet, hogy ebben a drukkerek keze is benne volt? Hát természetesen más egy olyan csarnokban játszani, ahol zúg a hajrá, Fradi, mint egy teljesen üres csarnokban, vagy épp az ellenfélnek a nevét skandálják. Úgy gondolom, hogy egyre több szurkoló jön ki a meccsekre. Itt a vírus, a járvány miatt azért nem voltak sokan még az elején, de most már egyre több szurkoló jön ki, ami nekünk hatalmas segítség. Mennyire kellett izgulni, és mennyire volt hatással a játékvezetés erre a mérkőzésre, mert azért szakértők szerint azért voltak itt is, ott is furcsa ítéletek. Így van, voltak furcsa ítéletek, de nyilván azért a játékvezető ődött mindenben, mi igazából nem tudunk ezzel rendelni semmit. Itt a végén tényleg már visszanéztük, mindenki azt hitt, hogy hetes kaptunk, mindenki ünnepelt, utána rájöttük, hogy nincs hetes, akkor gyorsan visszafutás van. Ott a végén tényleg még ellenfélnek volt egy időkérése, ott megbeszéltük, hogy lesz, ami lesz, mindenki ugrik faltól, vetődik a labdára, bármi van. Tényleg ott az életünkért küzdöttünk már, hogy ott még véletlenül se kapunk egy gólt. És hát ehhez ön 5 góllal járult hozzá, mennyire volt elégedett saját magával? Saját magammal nagyon-nagyon ritkaság, ha elégedett vagyok, már elég maximalista vagyok, de nagyon bízok benne, hogy itt a kis kihagyásom után itt kezdek visszatérni, és segítségére tudok lenni a csapatnak, mert tényleg minden egyes gól, minden egyes megmozdulás hatalmas nagy segítség, de nem csak részemre, hanem bármelyik játékos nevébe beszéltek most, mert vannak sérültjeink, úgyhogy nem vagyunk azért olyan sokan, hogy bárki is bármikor azt mondja, hogy ez most nem ment, de tényleg mindenki próbálja oda tenni magát. Hát igen, ahogy ön is említette, hogy azért vannak hiányzói a csapatnak, ugye hát főleg irányító poszton Kovacsics Anikó is ugye hosszú sérülésből próbál visszatérni, Szucsánszki Zita is már lassan hadrafogható, ugye nyáron igaz igazolták Itana Grubicset, aki ezen a poszton, az irányító poszton próbál segíteni a csapatnak, de ahogy látni lehetett, önnek is irányító poszton is helyt kellett állnia most ezen a mérkőzésen. Mennyire volt ez meglepő? Hogy érezte magát? Hát igen, ugye Kovacsics Anikó még sajnos nem most fog visszatérni közénk. Zita már tényleg már ott van velünk, edzelünk most a mérkőzésen is, már beállt, ami egy hatalmas dolog, meg egy pozitív dolog volt. Hát az én irányítós játékom nagyon meglepő volt, mert nem játszottam irányítót, nem is tudom, mikor játszottam én ott utoljára. De nyilván benne volt már a pakliban, meg Gábor is mondta, hogy előfordulhat, úgyhogy a múlt héten már gyakoroltam is ezen a poszton, de teljesen meglepő volt ez nálam, hogy nekem ott kell szerepelni. Persze az ember próbálja minél jobban megoldani azt a feladatot, amit elé állítanak. 5 meccs után ugye veretlen a csapat, 3 győzelem és 2 döntetlen áll a Fradi neve mellett. Ugye az első körben a Dortmunddal egy döntetlent játszottak, ott egy kicsit elégedetlen volt mindenki, azóta viszont egyre jobb formában van és menetel a csapat. A Rostov mellett, a Don mellett ugye a második helyen állnak. Mennyire elégedettek magukkal a BL-ben? Van-e esetleg bármilyen hiányérzet?
Nekem van egy pici hiányérzetem, én úgy gondolom, azt az Esbjerg elleni itthoni mérkőzést, azt ott elrontottuk a védekezésünkkel. Mindenféleképpen jó lett volna 2 pontot szerezni. Nyilván így akkor az első helyen is állnánk a tabellán. Sokkal jobb érzés lenne azért, de hát azért meg tehetetlenek nem lehetünk, mert azért sok mindenki nem mondta volna azt, hogy mi Rostovban győzni tudunk, ami sikerült, talán kompenzáltunk, de tényleg nekem ez az Esbjerg elleni meccs az a hiányérzetem. A Rostovot ön is kiemelte, ugye idegenben győzték le a BL egyik sztárcsapatát 1 góllal 20-19-re, ez mekkora lökést adott a csapatnak? Hát ez egy hatalmas lökés volt, hisz ott is voltak hiányok, ugye én sem voltam ott, betegséggel küzdködtem, Ásfalvi Júlcsi sem volt, ugye akkor még Szucsánszki Zita sem volt, úgyhogy elég kevesen utaztak ki oda, és tényleg hát úgy álltak hozzá a mérkőzéshez, hogy igazából ott veszíteni valójuk nincs, lesz, ami lesz, mindenki próbálja a legjobbját nyújtani. Utána olyan vérszemet kaptak a lányok ott kint, hogy látták, hogy tényleg van esély, szinte orvérzésig küzdöttek. És nagyon jól küzd a csapat a bajnokságban is. 5 meccsből 5-öt megnyert a Fradi. Hogy látják a rajtot? A bajnokságot illetően nincs hiányérzetünk, hogy még nem játszottunk olyan mérkőzést, ami tényleg olyan nagyon komoly mérkőzés lett volna. Most szerdán jön hozzánk a Debrecen, amire már azt mondom, hogy azért az egy más kaliberű csapat. Most nem bántva a többieket, csak így végignéz a játékosokon. Ez a hét, ez már egy elég komoly hét lesz egy Debrecenünk, meg utazunk Montenegróba, úgyhogy tényleg most már sokkal jobban fog kelleni készülni a bajnokságra is, mint eddig. Mennyire tudnak egységesen, talán Kovacsics Anikót leszámítva készülni erre a két komoly rangadóra? Szóval az Istennek nincs se betegség, se sérült nálunk, úgyhogy újabb, úgyhogy most teljes kerettel tudunk készülni erre a két mérkőzésre. És hát ugye nyáróta újra a Fradi játékosa, korábban már szerepelt a Ferencvárosban, ugye nagy sikereket is ért el a Fradi mezében. Most már jó néhány hónap eltelt, mióta újra Elek Gábor csapatában szerepel, a tréner se ismerhetlen ön számára. Mintha el sem ment volna a Népligetből? Hogy érzi magát? Azt azért nem mondanám, mintha el sem mentem volna, mert azért érdekes volt visszatérni, meg fura volt, meg érdekes gondolatok, meg érzések is jöttek, de ez egy pár napig tartott, mire tényleg így felfogtam, hogy na igen, én újra itt vagyok, és visszatértem, és otthon vagyok, de nyilvánvalóan volt azért ezt az egészet nehéz megszokni, mert tényleg Gáborral is már több éve dolgozunk együtt, ugye a válogatottban is utána együtt dolgoztunk, semmi új, meg semmi furcsaság nem ért. Az EB-s elejtezőkön ugye ön nem játszhatott, most lesz egy válogatott összetartás, készül majd a csapat a decemberi világbajnokságra. Milyen érzésekkel várja a következő időszakot? Én nagyon-nagyon várom a következő időszakot. Bobával azért tök jó viszony alakult ki így közöttünk. Tök jól megértettük egymást, úgyhogy én nagyon-nagyon várom. Kíváncsi vagyok, hogy ott a válogatottban mi lesz, hogy lesz. Azért teljesen más egy válogatott szint, mint egy klubcsapat. Várom, nagyon várom a világbajnokságot is, úgyhogy kíváncsi vagyok. De nyilván a szakember módszereit azért elég jól ismeri, hiszen hosszú időt napi szinten együtt dolgoztak. Milyen edző Golovin Vladimir, ön milyennek látja az ő módszereit, és milyen lehet vele a válogatott? Ő nagyon pozitív ember, és nagyon higgadt. Nagyon komoly dolgoknak kell történni edzésen vagy mérkőzésen ahhoz, hogy ő tényleg úgy kiabáljon, vagy úgy kikeljen magából. Szóval ő egy nagyon higgadt edző, hogy hát én annak tartom őt. Ami nagyon jó dolog, mert ezt a higgadtságot, ezt a csapatra is át tudja adni, és főleg mikor olyan dolgok vannak a pályán, vagy olyan kiélezett szituációban, hogyha a higgadtságot tud árasztani az edző, nem pedig stressz, idegességet, akkor lehet, hogy a játékos is jobban fog dönteni abban a bizonyos szituációban. Hát most egy relatíve tét nélküli decemberi világbajnokság vár a válogatottra, ami ugye nem kell, hogy kvalifikáljon más eseményre. Az olimpiai ciklus pedig most ugye a koronavírus miatt rövidebb, 3 év múlva következik a párizsi olimpia, ugye ön visz
visszatért Tokió előtti, és hát jó formában gólokkal segítette minden mérkőzésen a csapatot. Hogyan tekint a következő 3 évre, és Párizsra, és a következő játékokra? Hát most még nem tudom, hogy 3 év múlva mi lesz, hol fogok tartani, de úgy gondolom, hogy most ez a világbajnokság, most ez az első számú cél itt a válogatotta, hogy tényleg ott jól szerepeljük. Egy nagyon kedvező sorsolást kaptunk ezen a világbajnokságon, ami tényleg egy olyan dolog lesz számunkra, hogy végre elérhetünk a válogatottal egy kiemelkedő eredményt is, mert tényleg a keresztágunk is nagyon kedvező, úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy ezen a világbajnokságon jól fogunk szerepelni, és ha sikeres lesz, akkor bízok benne, hogy továbbra is ott tudok maradni a válogatottba. Szöllősi Zácsik Szandrát, a Ferencváros válogatott átlövőjét hallották.